Ahogy mindenkinek, Ryder vagyok, és ez egy újabb bemutató videó. A mai videóban a Chaosoft Games Evil Quest nevű játékát fogjuk bemutatni. Mi is ez az Evil Quest? Hát először is, még mielőtt erre válaszolnék, ugorjunk bele a beállítások menüpontba, mert érdekes. Ugye, hangok, effektek, nehézségi szint, autosave, flash effektek, ez nem is tudom micsoda pontosan, teljes képernyő, és ez, ami nagyon érdekes, felbontás. 16:9 arány, és 4:3 arány. Ennyi. Bazd meg, ennyi. A fejlesztők azt mondták, hogy persze az életes beállítások átállíthatóak, szóval valami különleges ok miatt sikerült lefagyasszam a játékot, és itt vagyunk, nem is tudom, hogy megkezdhetett valami dreka, valahogy így. Itt kezdjük majdnem a játékot. Hát igazság szerint itt bent a... egy börtönbe. Nem, most a történetben nem akarok semmit sem mondani, és ez a fő pontja a játéknak. És ez az Evil Quest. Ezzel a kis főgonosszal vagyunk, ugyanis most kivételesen egy gonosz játszunk, és lehet standard négy irányba haladni, lehet beszélgetni az emberekkel. Tök klasszikus RPG-szerűség, és igen, ha már RPG, akkor ugye itt vannak a cuccaink, illetve varázsolni is tudunk mindenféle dolgokat, jelenleg nekem még csak két varázslatom, majd el lesz majd később tűzvarázslat is, és a többi. És naplónk is van, illetve nem itt kell megmutassam nektek, hanem itt. 5. szinten vagyok, és kell még majdnem 300 XP ahhoz, hogy a következő szintre lépjek. Láthatjátok, van egy pár statunk van. Támadás, védelem, erő, keménység, mondjuk úgy. Vitalitás, intelligencia és varázserő. 13 perce vagyok a játékban, de ezelőtt már játszottam vele, és már megvan majdnem 2 óra Steamen szerintem. Szóval, sziasztok, kékszemű őrök! Ugorjunk is tovább, nézzük meg, hogy úgy igazság szerint persze még lehet menni össze-vissza, mint a boltba, lehetne, vegyek is, veszek is magamnak egy medicinal herbet, ugyanis csak egy darabon van, és az kevés. Ami érdekes, hogy max 9-et lehet venni valamiből. Tehát hiába van pénz, nem tudok többet venni 9-nél, inkább többször 9-et kéne vegyek. De a 10 most nekem bőven elég lesz, szóval haladjunk is tovább, és mutassam meg nektek azt, hogy hogy működik a harc. Igazából ezt nem tudom. Ez nem tudom, hogy ez mi akart lenni. Végül is a falu, ahogy elnézem, a falu csak ilyen más nézetben. Érdekes. Mindenhol van ilyen. És így megértünk a Grasslands-re. És már is csak 30 FPS sem megy a játék. És ragacsak hívták, igaz a szellemírtokba azt a szörnyet. Szóval, ebből áll a játék. Tudunk támadni 4 különböző irányba. És megkerülni az ellenségeket. Lényegében ez a lényege. Természetesen például ezek a koboldok, ezek már vissza is ütnének, hogyha nem lennének olyan bénák, mert csak közepes szinten játszok, ugyanis a játékot megpecselték. Régebben a legnehezebb szinten is nehéz volt a játék. Most megpecselték, és látjátok? Ez az egyetlen problémám a játékkal. Kb. Megpecselték, és sokkal nehezebb. Szóval, mi is az a problémám a játékkal? Hát az, hogy az ellenségek csak úgy randomra visszakerülnek oda, ahonnan megöltük őket. Persze, de ez mondjuk... ez szándékos nem az, hanem... nem is tudom. Néha nagyon szavarom meg. Kimegyek eddig, visszamegyek, és már ott vannak, szóval értitek. Ez a problémám vele. Szóval, mint láthattátok, hogy lehet mindenféle varázslatot. Ott van Dodge.
Valahol ott van Moon is, csak igazából ugyanaz, csak szürkébe. Lehet varázslatokat is kesztelni, jobb klikkel. Most nekem a jég van betéve, de beállíthatnám akár a földet is. Ami olyan lesz, hogy töltöd fel, mana, töltöd fel. Egy föld golyó. És természetesen máshogy damage-elnek, stb. Stb. Máshogy sebeznek, és van még egy úgynevezett ilyen charge, amit, hogyha ezt feltöltjük, akkor nagyot tud ütni. És lényegében ennyi. Ezekkel tudsz támadni. Természetesen vannak különböző fegyverek is. Lehet valahol szerezni, sőt, én szereztem is egy lángoló katonát. És lényegében erről szól az Evil Quest. Persze, nem csak ennyi az egész, hogy megyünk és így ödünk össze, hanem van egy szép történet, egy egész jó története van, amit nagyon nem szeretnék lelőni nektek, tehát igen, most ezeket kihagyom, itt lényegében haladok a történetet tovább, itt már jártam egyszer, csak mivel újra telepítettem a Windowsomat, ezért eltűnt a mentésem. És tanultam egy új varázslatot. Király! A Water. Vízvarázslatot. Nagyszerű. Mivel ez két helyben támad, ugye. Aztán eltűnt a mentésem, igen, de Na fucking sírály húz a picsába! Nem így akartam, mindegy. Ezt kell, ezt nem, oké, megtaláltam, jó. Ezt kell nekem, be tudjak jutni a piramisba. Skorpió. Nem jó. Oké, mindegy, nem számít. Szóval, mi az, ami jó a játékban? Mi az, ami tetszik nekem? Az irányítás az, hogy jól... Ó, mindjárt meghalok, úristen. Fucking... Mi a pöcsöm? Ne! What the fuck? Tetszik a játékban nagyon az irányítás. A stílus a játéknak, az is tetszik nagyon. Illetve... Nem el kell menni, azt hiszem nem el kell menni. Fuck. Jó. Ó, ezek jók, ezek tök jók, ezek az itemek, mivel... Na. Ezek pont növelik az életerőket, és szuper. Szóval, tetszik nagyon az irányítás, tetszik nagyon a hangulat, illetve tetszik a sztori. Tetszik az, hogy a változatosság kedvéért a fő gonosszal vagyunk. Ami... Nem mondanám, hogy rossz, de... Nem. Szóval. Tetszik az, hogy a fő gonosszal vagyunk, ugyanis... Fura. Fura lesz tőle a játék, tehát... Megöltem... a francia jön meg. Megöltem egy... Egy csövest. Ne! Pokháló, csak akkor ezért, csak... Oké, taktikát váltunk. Így, erről van szó. Szóval megöltem egy csövest, csak azért, mert részeg volt kb. És én, mint ember szerető ember, ilyet igazából nem tennék soha. És fura volt, hogy egy játékban csak így megölünk egy hajléktalan részeget, mert jó, persze, ezen a játékon belül tökéletesen elfogadható, illetve a főgonosz lennék, én is ezt tenném, de ritkán van az ember hozzászokva ahhoz, hogy főgonosszal játszon, szóval. Hát ott itt is most van pók, eddig még nem volt pók.
Mi tetszik a pók mesterséges intelligenciájából, csak akkor támad ránk, hogyha be vagyunk hálózva, és elég közel van hozzánk. Hoppá! Oké, meg akartok ölni? Jó. Weee! De mondjuk a pók, hogyha nem segítenek nektek, akkor úgy örülnék. Wow, fuck, fuck! Fuck, fuck, fuck! Így áll! Pók, az veletek van, ez csalás. Állati domárok vagytok, és akkor... Oké. Uralom a helyzetet, csak már nincs... Nincs potionom. Mindenképp történt egy kis... Egy kis upgrade itt. Egy kis patch a nehézségi szintben, ami tökéletes. Szóval, mibe is kerül ez nektek? Ez... Egy... Hamburgerbe? Még annyiba se. Na, annyiba azért kerül. Kettőbe. A játék 2 euróért. Kettőért. Elérhető Steamen. Nem, ez nem leárusításon van, hanem... egyszerűen ennyi az ára. 2 euró. Nevetségesen olcsó, és... Nehogy azt higgyétek, hogy azért, mert olcsó. Ezért még szarjáték. Jó, persze, a grafikája nem a tökére, egy Crysis 3, és ezen kívül még nem is lehet annyira sok mindent csinálni ebben az RPG-ben, mint mondjuk egy Skyrimban, vagy egy Oblivionban, de ettől függetlenül még hangulatos, nagyon-nagyon hangulatos, és arról ne is beszéljünk, hogy körülbelül, amíg az első Sealed megtaláltam, a 4-ből. Körülbelül olyan 1 óra telt el, tehát az azt jelenti, hogy olyan 4-5 óra játékidő van ebbe a játékba. És azért komolyan 2 euróért? 2 euróért? Egyértelmű szerintem. Szerintem nem is kéne ezt a videót megcsináljam, csak valahogy eltűnt. Igazság szerint ez a játék már... Oh, level up! Szuper! De igazság szerint ez a játék már olyan... Egy hónapja, kb. Pont egy hónapja jelent meg Steamen, és úgy... Nem volt promózva sehol. És szerintem ezért úgy elveszett az éterben. Na most mindig, amikor szintet lépünk, akkor... El lehet osztani. Most jelenleg 3 pontot. Nincs nem sehol. 3 pontot. És egy ezére 2 nyomhatunk. Tehát akkor nyomjunk ide 2-t, és ide még 1-et. Szuper. Szóval, igen, próbáltok ki a játékot, játsszatok a játékot. Szerintem ez egy jó játék. Ha szeretnél valamit kis laza kis kikapcsolódni, nem is annyira laza. Szeretnél egy jó játékot, ami olcsó, az Evil Quest a te embered. Nagyon jó a története, jól lehet vele játszani. Igaz, hogy nem szuper komplex, de hé, nem is kell az legyen. Tehát... És a lényeg az, hogy... Nem is, hogy a lényeg az, hanem... Hogy a folytatása következik, jön hamarosan a játéknak. Mondom ezt, hogy hamarosan, de valószínűleg... Még egy jó fél év. Amíg az kiadásra kerül, és az sokkal királyabb lesz, mint ez, mert 8 szerintben fogunk tudni majd menni, és... Mert itt nem lehet. 8 szerintben fogunk majd tudni menni, támadni, és tisztára olyan lesz, mint a Hero Siege. Nem, nem igaz. Király lesz nagyon. Nagyon tetszik a sztoria ennek a játéknak. Szóval... Evil Quest. Chaos of... játéka. 2 euróért... elérhető a Steamen. Vegyétek meg, megéri. Rider voltam. Játsz tovább!